Üdv újra! Remélem mindenkire minden oké. Azba, világításra elfelejtettem. Megoldjuk. Egy-kettő. Hogy ne lenne hang? Nincs kép. Jól van. Rókodjunk csak. Gyönyörűek vagytok. Mondhatom. Mindig csak a trókodás. Közben amúgy ezt le is kapcsolom. Aztán menjen itt a mérkőzések a felkonferáló műsora. Így. Oké. Pénteken este 6-kor F1 kibeszélő lesz-e? Lesz. Igen. De amúgy meg randi nap lesz, igen. Hát én nem leszek. Csak este 6-kor, amikor lesz a... Megy a Nino már megint. Adok én mindjárt olyan se kép, se hangot. Őrület. Hát én titeket nem látlak mondjuk. Arra gondoltok. Andorra ellen nyert a válogatott legutóbb. Négy egyre. Nincs mögöttem senki, ne idegesítsé. Na jó van! Elég most már! Meg kezdek begurulni egyetlenül. Hát ez hihetetlen. Mi ez a trollkodás már most már itten? Elégék. Hangot elvettem? Elvettem a hangot? El. Ó, akkor jó. Jó van. Közben egy pornót hallgatok. Nem, dehogy. Az az igazi felkonferálás, nem? A mérkőzése. Na nézzük az összeállítást egyébként. Közben itt valamit enni is kéne. Csak nincs mit. Úgyhogy most szerintem. Botka. 4-3-3-as felállás. Hát... Uramisten. Botka, Lang, Szalai, Fiola. Kleinheiser, Nagy, Schäfer, Sallai, Szalai, Sön. Támadás lesz kegyetlenül. Ha Istenem. Hát tanástalanságról szó nem lehet. Így van, Bozsikám. Így van. Nagyon ügyes gyerek vagy te, apukám. Szia, Zsói! Na jó. 3-5-2 lesz M4 szerint. Hát de hogyan? Hadd nézzem csak meg még egyszer azt. Botka. Lang, Szalai, Fiol. Ebből hogy lesz 3-5-2? Ezt nem is értem. És végignézem az összes Andorra játékost. Kezdő 11-et legalábbis. Csatárjuk 22 éves. A másik 39. Atya úristen. Középpálya 23 éves. Vieira 36 éves. Nézzük tovább. 23 éves. Mindenhol van egy rutinos csóka. Jön a védelem. 33. 22. Az meg Andorra ellen játszunk. Atya úristen. 32. 24. Váltakozik. Idős, fiatal. Idős, fiatal. 27-es. Kapus. Nézzük, hogy tuti 40 pluszos. 20.
Villarrealnál játszik. Atya világ. Ja, B csapatba. Egy meccset játszott eddig. Na figyeljetek, amúgy én azt gondolom, hogy nekem nálam nagyon kihúzta a válogatott a gyufát. Tehát nagyon-nagyon csalódtam bennük. Ezt azért akartam már a mai nap mondani. A Rossi az szerintem gyenge. Most gyönyörűen bebizonyította. Úgyhogy nulla taktikai elképzelés, nulla kreativitás, nulla merészség. Hazai pályán az angolok ellen az meg támadásunk nem volt. Hát ez azért ilyet katasztrófa. Akkor albánok ellen szintén lebőgés, katasztrófa. Hát ez hogy van? Meg hát lehetne itt sorolni, hogy egyéni teljesítményeket lehet-e itt azért mondani, ki hogy játszott, ugye. Ilyenkor nyugodtan meg is kell őket, le is kell őket szidni. Nem kell itt visszafogni magunkat szerintem. Kapják csak az áldást, rászolgáltak. Hát hazai pályán nehogy már szarozzunk. Miért kell szarozni angolok ellen? Gyengék voltak az angolok. Semmi extrát nem nyújtottak. Semmi. Bosszantó az egész. Albánok meg pláne. Úgyhogy nekem ez csalódás volt nagyon. Ez az egész. Ennyi tud ez a válogatott, hogy érezzel a Rosszival. Bunkerfoci, bunkerfoci, bunkerfoci. Ennyi. Tehát ennek semmi értelme nincs. A játékosaink nem is így erre vannak berendezkedve. Nem is ilyenek ezek a játékosok. Hát tudnak ezek gólt lőni, bazd meg. Hányszor bebizonyították. Hát az összes támadón külföldön van lényegében. Nem is akármilyen csapatokban. Akkor miért nem használjuk ki őket? Meg hát ezeket a jó középhátvédeket is. Szóval. Van egy szavazás kérelem? Oké, Bajuszka, kösz, hogy szóltál. Nem vettem észre. Megnézzük. Pillanat türelmet kérnék. Mert utána nézek. Most ilyen... Ne viccelj! Hát ezeket úgy szarrá kell verni, mint annak a rendje. Egy gála meccsnek kell legyen ez. Örömfoszinak. Tényleg ilyen szavazás legyen? Nem tudom, ki mit gondol erről, amit az imént itt említettem, srácok, tényleg? Mit gondoltok? Mert most meccs van, hát most ez nem egy ilyen nagy, akármilyen meccs. Mit gondoltok róla? Lehet beszélni ezekről nyugodtan, sokkal-sokkal szabadabban, bátrabban. Közben csinálom akkor a szavazást. Mi ez? Keresek egy... Oké, megvan. Jaj már! Nem hallottuk, mit mondtál. Hát ez hihetetlen. Ki az Isten? Bala Fettel. Hát elindult a szavazás Bajuszka kérésére. Hát ennyire sok pontod van? Ilyen szavazásokra költöd? Hát jó, te tudod. Legyen így? Legyen így. Következik a magyar himnusz.
Nem hallatszik. Ne haragudj, Gi. Csak én hallom. Nem akarom, hogy hallatszódjon a meccs. Köszönöm szépen, Gi, a szurkolás. Köszi szépen. Így van, többet tudnak a fiaink, mint amit a válogatottban mutattak. Mutatnak, így van. Ja, hát így van, Bálint, igen. Igen. Én úgy voltam vele, tudjátok, hogy türelmes voltam. Angol meccs után nem hupákoltam össze-vissza. Nem mondtam a magamét. Szépen, csöndbe voltam. Azt én úgy emlékszem legalábbis. Nem, közel sem milyen véleményem voltam. De ahogy jött az albán meccs, na az teljesen megváltoztatott bennem mindent. Mindent! Mindent megváltoztatott. Akkor volt az, hogy mondom, ez egy nagy szar. Ez egy nulla. Szia, Kevin! Nem Szalaival van a gond, igazából Gábor, szerintem nem vele kellene kezdeni, hanem az egész taktika, az egész felállás. Támadjunk. Nincsenek támadások. Nulla. Hát nem tudjuk tartani a labdát, eladjuk a labdákat folyamatosan. Hát ez hogy? Nem tudunk passzolni. Hát ez hogy lehet ez? Jó, hát góra játsszák a focit, nem labdatartásra, persze. Igen, igen. Gábor, úgy de kikeltél most magadból? Nehogy itt rosszul legyél nekem. Fú. Ja, igen, fogadás is irálom. Igen, igen, figyeljetek csak, várjál csak gyorsan. Pörgős, pörgős ez. Első félidő, gólok száma 1,5 felett, 1,5 alatt. Lehet is fogadni. Na hát közben itt adogatunk már. Sőre kíváncsi leszek. Jaj, most hát itt... egy a passzolgatás. Ennyire rutintalanul fognak majd adogatni. De jó Isten, már most kapásból látszódik, hogy annyira nem ehhez vagyunk hozzászokva, hogy az őrület. Atya úristen. Csak én érzem ezt kikapásból? Próbálom a memóriámat, a fejemet teljesen kitisztítani, hogy ne legyek előítéletes, és ne egyből beszéljem a rosszat. De valahogy marhára ezt látom kapásból, hogy ez annyira furcsa, egyrészt, másrészt meg hát... Mi van? Rossi már repülni is tanul? Meccsen? Mit akar? Én Lampardot ide hozzám amúgy a válogatotthoz. Vagy Csávit. Hú, bazd meg. Minden válogatott meccsen ott lennék. Lenne olyan tiki-taka. Oldalháló. Hát ez szép volt. Botka, hát a botka az jó, gyerekek.
legjobb játékos, egyik legjobb. Schäfer nagyon ügyes volt megint. Figyelem, figyelem a játékosokat, nagyon ki, hogy játszik, nagyon figyelem. Jegyzetelek itt közben. Motka nagyon ügyes volt. Így följönni nekem jobb hátvéd létére. Jó, hát mondjuk ilyen tingli-tangli csapat ellen, hát nem csoda, hogy föl tudott futni. El tudta játszani, hogy ő itt a magyar Dani Alves. Hát nekem volt már rossz ellenes megszólalásom. Finoman. Hát kaptam is akkor az áldást egyből. Majd meglátjátok. Sőt, én Szoboszlaival kapcsolatban is mondtam finoman csúnya dolgokat. Hogy nem a válogatottban való bizonyos meccseken. És hát angolok ellen látszódott is, hogy fölösleges láncszem volt a gépezetben. De hát ez nem azt jelenti, hogy most itt verjem a mellemet ezeken a dolgokon. Meg ne legyen igazam. Tényleg. Ez mindennél fontosabb. Csak azért. Könnyen föl tudunk ülni a hype vonatra, aztán hagyjuk, hogy leszálljon a rózsaszín köt, hogy lófaszt ne lássunk tőle. Megint micsoda szurkolás van, atya úristen. Ha-ha! Micsoda hangulat lehet az, atya úristen, komoly. Szia, Tomli! Mindegy, várjuk ki a végét majd. Főleg Szoboszlainak végét. Várjuk ki. Mindenféleképpen. Azt javaslom. Ugye hát vannak itt olyan játékosok, akiknek most kell nagyon bizonyítaniuk. Langnak például nagyon szép labdát adott, most Schönnek is bizonyítania kell. Lang az nem tűnik rosszak, ő hol játszik? Fehérváron? Schäfer is zseniális szerintem. Ez a csóka mindig jó eddig. Mindig jó, olyan kis aranyos gyerek tényleg. Kedvencem. És igazi Ropi Gyuri. Küzd, gyors is azért. Jó van. De hát az a jó, hogy van a védelemben egy Szalai. Ha Schäfernek törik a lábát, akkor, hogy valamit kap a fiú, akkor jön a Terminátor Szalai, aztán beindul a hentes. Na hát Szalai hát nagyon, nagyon él. Hát ez nagyon optimista volt. Omonia Nikosia. Hát ez hol van? Lengyel? 5 perc, 55-nél vagyok, 5-56, 57, kereke 6 perc. Szia Levi. Ciprus, basszus. Hülye marha vagyok. Tudom kellett volna. Cipruson van egy, úristen milyen foci lehet ott? Ciprus. Hát mi van ott? Van foci csapat? Ez hogy lehet jobb? Jobb, mint a magyar bajnokság is? Vagy dehogy jobb? Hogyan lenne jobb? Na, mi az? Ott van foci. Nem, jó minőségben tudom én nézni. 2-3 másodperc. Ah, hát az... Azért nem szarakodok. De köszönöm. Ja, hát támadunk, igen. Ez marhára távol áll a játékosoktól. Elég rutintalanul tolják. Haza a kapusig. Egy olyan bedobást.
Mi fázik Dibusz a kapuba, vagy mi baja van, hogy játékba kellett hozni? Nem értem. Én hülyét kapok. Tizennegyedik percben vagy? És 1-0-ra viszünk. Ó, mit? Hova? Meccset? Voltak fogadások is. Ú, de kiegyenlített lett a fogadás, most nézem így utólag. Ez igen. Jól van, örülök neki. 11-es. Ó, bazd meg, 11-essel. De kár. Hát, te sajnálom. Oh, ezt utálom a legjobban. Tök mindegy nekem, hogy ki játszik. Ezt nagyon utálom. Kár, hogy nem les volt az. Ezt nagyon utálom. De amatőr volt a védő. Szegény. Szegény, hát ez nem szándékos volt amúgy. Remélem kihagyja Szalai. És utána mindenki elfelejti, hogy volt egy büntető. Nagyon remélem, hogy kihagyja. Nem szeretném, hogyha büntetővel szerezné meg a válogatott a vezetést. Kurva gagyi. Szenvedjenek csak, hadd szenvedjenek. Hagyd ki, hagyd ki, hagyd ki, hagyd ki, hagyd ki. Na, fasza. Kár. Nagy kár. Ennek most nem örülök, hogy őszinte legyek. Ügyes volt a Sallai, ami egyébként, tehát meg szép volt a felévelt labda is. Középre rúgja a büntetőt. Hát ez a hülye nem tudott volna lefagyni ott középen. Ah, innentől kezdve meg megy a tilitolizás majd. Pedig hát aztán jó lett volna itt egy kis szenvedés. Így van, most már csak ki kell védekezni. Abban nagyon profik vagyunk a bunkerezésben. Hát jó, csak azért jó lett volna látni, hogyha ez normális akciógólból születik meg ez. Benne van ez is amúgy a fociba igazság szerint, hogy támadsz, fölrúgnak. Csak hát az az igazi makulátlan akciógól. Az, én azt szeretem úgy személy szerint. Én nem állítja ki? Ha jó, hogy nem könyököl, vagy térdel bele a gerincébe, Klein Hechlernek. Ha ne idegesítsél föl, te majom. Ki ez a bíró? Meg kell néznem. Jó, hogy nem tuti valami hulladékot küldtek, hát ilyen meccse nincs az a bíró, aki ellenünk tudná fújni azt a sípot. Ki a játékvezető hát? Obredov. És az kicsoda? Nemzetiség? Nemzetiség. Slow? Az mi? Slow? Vén? Slovén. Hogyan picsába küldhetnek szlovén bírót? Én nem is értem. Nem is értem. Jó, hogy nem román bírót küldenek. Komolyan.
Csoda, hogy befújta a büntetőt. És Alai azt mondta, hogy kurva anyád, komolyan. Tényleg? Na, de fasza. De jó. Komolyan? Nem, bebeszéld magadnak, Vámosi. Ilyet ő sosem mondana, úriember. Hát ez az Andorra. Ezeknek egy támadása sem lesz, szegények. Hú, ezek nagyon vakon vannak. Atya úristen. Szegények. Mondjuk engem biztos, hogy lefocizzának. Rallai milyen ügyes. Jól látni, hogy milyen gyors. Alai miatt. Mi van? Ja, Sallai, ja. Júj, te! Elharaptad a szádat, mi történt? Az anyád szó biztos benne volt. Aha. Jól van. Jó az. Hát megkérdezte, hogy hogy van tőle. Rendes. Az mi? Ez mi volt? Ja, igen. Igen, igen, Krisz. Igen, megvan. Megvan. Így is kell. Na, ki a szélre, mehet az indítás. Ilyen Andorra, bazd meg. 94%-os labdabirtoklás. Mi ez? Úristen. De most ilyen meccs, tehát én nem engedném Andorrát focizni, komolyan, tehát ez nagyon gáz. Hát ezek totál vakon vannak. Komolyan. Úristen. Persze? A lassú botka mit befut? Adjuk már. Úristen. Hát ez az ellenfél. Ez valami csoda. Hú, gyerekek. Ez borzasztó. Hát én azt szerintem Szoboszlai azért nem játszik, mert majd a második fél időben fogja becserélni az edző. Úgy gondolom. Így egyeztek meg a Lipcsével, szerintem, én úgy gondolom. Hát ezek más nem igen tudnak, de ezt milyen jól csinálják a favágás, öregem. Be a kalappal előttük. San Marinót elverte Andorra? Jó, hát te az rangadó, hát az... Azért San Marino, az... Örülnek, ha meg tudják tölteni azt a csapatot egyáltalán. Úristen! Sőn, nagyon fújtad, hát 17. perc van. Szegény, el van fáradva. Na! Szép, szép, szép kapura lövés volt Sallaitól, nagyon ügyes volt. Ez nagyon... Ki lőtt? Sőn volt, aki így lőtt? Aha, Sőn. De szép volt. Ügyes volt. Hát ez amúgy, hogy őszinte legyek. Gála meccs ez eddig nagyon komolytalan. Annyira látszódik az osztálykülönbség. Osztálykülönbség? Az meg. Minden is látszódik. Katasztrófa. Gól. Atya úristen. 2-0.
Vodka. Na, hát Schäfer, ó, ilyenkor kéne Schäfernek rúgni a gólokat. Stálóját. Adjátok már Bandikát játszani, hülyék! Hát ez gyerekek, ez zseni. Megy a következő fogadás. Lesz még gól az első félidőben? Igen, nem. 19. percben vagyunk még csak. Azt mondta a kollégát, hogy úgyis kikapunk. Hát az... Jegye mindene megvolt. Hát ez szomorú. Nagy játék kedve játszanak a srácok. Hát bazd meg, mit csináljanak? Most őszintén. Rossi mellett mi az a sok fekete szék? Nekik ma már nem kell bejönni dolgozni. Ja, ki kapta a kimenőt. Ennyi. Munkaszüneti nap. Épp középre tett labda. László. Sőn, na? Jó játszik eddig a Sőn. Ha ön akar. Egyértelműen jó tolja. De hát ez az egy komoly csapat ellen ő is úgy le lenne rúgva a pályára, mint a húzat. Mert taktika már nem lenne a nagyok ellen. Nagyobbak ellen. A lengyelek ellen megint kiderül. Az megint egy olyan csapat, hogy velünk egyszintű. Az már az a szint, ahol van egy jó taktika, akarnak a srácok, akkor bármi lehet. Lengyel oldalról, magyar oldalról. És már megint nálunk van a labda. Jaj, Schäfer, gyönyörű labdaszerzés. Na hát ez a szlovén majom, hát nem csoda, hogy integet Botkának, hogy keljen föl. Mindjárt még kapsz egy sárga lapot, Endre. Vigyázzál az a flagba fejeddel. Enekülj onnan. Azt a sunyi mindenit. Hát ez elképesztő. Szlovén bíró, bazd. Ezt nem hiszem el. Komolyan, tehát... Szlovák, román, francia... Ezek, miért nem ezeket küldik? Tegyük egyértelművé. Nem lett volna mondjuk... Nem is tudom, most honnan mondjak, török bíró. Azok legalább nekünk fújnának. Törökök kedvelnek bennünket. Andorra népesség 77 ezer. Az nagy élmény lehetett, Traxfer. Élete első meccse volt a magyar-angol. El is vette tőle a kedvét gyorsan. De miért? Hát most az, hát a hangulat miatt nem érte meg kimenni. Dehogy nem. Hát igen, Traxfer, csak az egy olyan meccs, hogy 9 passza volt az Andorrának, ami sikerült. 22 perc alatt.
Persze, Gerő, mi mindenkivel jóba vagyunk. Na, ső. De hát ott van Schaefer. Schaefer egy állat. Hát de miért nem játsszuk meg, ott fut szegény gyerek, bazd meg! Idegesítsetek már föl. Ott fut szegény. Hát adjuk már le neki. Megszerzi a labdát, azt ez a hülye pancsersőn viszik be középre, ahelyett, hogy összejátszanak Schaeferrel. Idióta. Ez nem igaz. Most hagyjuk, most elfáradtunk amúgy? Vagy megint mi van? Tehát bedobás jön Andorra. Nem igaz. Na most meg van a labda? Ez az, ívelgessünk bazd meg, ilyen csapat ellen, ívelgessünk egy kicsikét, hagyjuk őket focizni. Elfáradt, gyerekek, elfáradtunk. Na, Fiola, ki hozza? Na, Ádám, ez az, nem tudjuk megint kihozni a labdát. Na hát, így van, ez szokott lenni a probléma. Bizony. Hol a taktika, ugye? Szalai előre éveli, bám! Ez egy angol csapat ellen sose jött össze. De most azért erőltetjük, ugyanúgy. Megy gyengébb az ellenfél. Nehogy valami újat kipróbáljunk. Nehogy beleverjük azokba a játékosokba a City féle labda kihozatalokat. Nehogy, minek? Luxus az. Biztos, ha pályán lennék, akkor én is ezt a lehetőséget választanám, persze. Nehogy már. Szalai olyan labdákat szokott adni, hogy őrület. Hát nehogy már ő ne lásson a pályán. Hülyeség. A védő Szalai. Sose tudom, melyik az Attila meg az Ádám. Attila. Szalai Attila. Hát nem kereszteli át magát ő is. Alig lehet megkülönböztetni őket. Legyen mondjuk, mint a radiátor. Szalai radiátor. Másik meg hajszárító. Hivatos magyar nevek. Életre szóló élmény volna, az biztos. Dibusz. Hát ez aztán. Tud a labda kihozatal? Katasztrófa. Nem játszunk amúgy jól megint. Tehát most legalábbis az elmúlt percekben az... Tehát nem tudjuk kihozni a labdát, gyerekek. Ja, hát na, ez a jó. Ez a, amikor nincs letámadás, akkor az jó. De ahogy van egy picike letámadás. Már jön a lámpaláz, mindenki zavarba van. Hát ezek a klubcsapatban ilyet még nem tapasztaltak, hogy letámadják őket, vagy mi? Egyszerűen nem értem. Nem értem. Olyan, mint hogyha ez a hülye edző beléjük beszélni folyamatosan az, hogyha labda kihozata van, akkor ívelgessünk fölfele. Hát hova? Most figyeljétek majd meg, ahogy jön föl az Andorra. Megint nem fogjuk tudni kihozni azt a labdát. Most tilitolizás van, persze, hát hagyja az Andorra. Örülnek, ha egyáltalán kapnak még levegőt. Hú, ezeknek mennyi gólt lehetne ugrítani, jó Isten. Atyavilág, ez tiszta koma. Én nem engedném tényleg. Ilyen minőségű csapat ekkora egy rendezvényen megjelenhessen. Mi értelme van? Pedig ezeken a meccseken lehetne gyakorolni is egy-két dolgot.
Játékos minőségben azért sokat javult a válogatott tényleg az elmúlt években, de ez taktikailag nulla. Egyértelmű. Sokat javult játékos minőségben. De ugyanez a fantázia, a hiány, ez, nem tudom, ezt mire lehet fogni még. Lámpaláz. Nem tudom, mi lehet ez. Ja, most a labdabirtoklást gyakoroljuk. Lehet, ja. San Marino, Gibraltar. Ahogy nézzük, ahogy hátul vagyunk, ott a kígyótér környékébe, környékén egyből gond van. Gyerünk, Schaefer, nyomjad neki, apukám. Gyerünk, 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 gyerünk. Na, Andráska, mi van, rossz? A stopplisod? Vagy mi van már? Annyit, bazd meg, hogy oda léptek a Szalainak. Az igen. Bedobás. Ez hogy lenne? Szorodt életbe. Komoly. Rendesen odébb lett rakva. Nem is reklamált szinte. Jó csinálta egyébként a védő. Nagyon szép indítás. Ez nem büntető? A kurva anyját ennek a szlovén majomnak, bazd meg. Mondtam. Ez egy rohadt szemétláda. Na. Anyátokat. Hol a videóbíró ilyenkor? Hello? Ez hol volt szabályos? Hát ez hol volt szabályos? Ne idegesítsetek már föl! Persze. 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 Most hirtelen, hirtelen hagyja a durva focit. Persze, ilyen meccsen érdekel. Jajajajajajaj, ne, ne. Ne dumáljunk, ne dumáljunk. Tiszta nevetséges. Ő nagyon bizonyítani akar. Nem, nem a tévéadást nézem. De mindjárt megnézem azt is, tényleg, most ő mondod. Hát az hamarabb volna itt. Hogy is szoktam azt előhozni? TV. Ja, rossz helyen vagyok. Ugye meglátjuk, hogy melyik a jobb. Ó, hát itt folyékonyabb a kép. A tévégón. Menj már! Ha jövünk akkor ide. Ja, de várj, hát itt... Itt ez olyan, mintha... 31, 56... Ó, ide nem jövünk. Biztos, hogy nem. 10 másodperce le van maradva.
Ki is nyomtam. Csak hát ez 30 FPS. Másik meg 60. Nem mindegy. Hát félúton néha kiakad a szemem. Úgy megy a labda. Kallai nagyon jó amúgy. Nagyon jó játékos. Viszok jó. Itt mutatták egy pillanat erejéig. Olyan jól bánik az a labdával. Viszok jó. Nagyon érzi a labdát. Otka is tök jó. Szalai, Orbán. Csak olyan védők, ez a langseroz gyerek. Éfer is egész jó, tényleg. Egész jó, hát teljesen jó. Ez a gyerek, ez nem, nem ismeri a félelmet. Ez nem is nem tudja, mi ez, hogy lámpaláz. Ez megy, nyomja. Még itt a László lemaradt. Nem is értem. Mit kell szüttyögni? Szaroznak itt hát. Verjük már őket szarrá. Ne, oda néz. Na most hogy fogjuk megint kihozni a labdát? Na, erre kíváncsi. Ja, hát kiengedjük. Jó van. Én nem értem. Atya úristen, tehát Szalait azt elkaszálták most. Picikét már rosszkor jöttem vissza. De most itt nem tudom, hogy mi a tuda történt. Most ott mennyire kaszálták el Ábával együtt. Figyelj, mindjárt sárga lapot fog adni. Lang megmozdulása. Mi volt a baj? Mi volt a baj? Atya világ! Jó. Hát színészkedni nagyon tud, az biztos. A mamlasz. Ez igazi betörő kinézete van. Mint a játékvezetőnek. Andorra jó. Micsoda pontosan? Mire gondolsz, Elek? Most mi van? Miben jó? Vagy mi jó rajtuk? A mezük? Gyerekek, jó, mehetünk is tovább, akkor jön a kirúgás. Azt bánom, hogy azért kicsit jöhetne az Andorra keményebben. Hát te nem tudják megoldani ezt. Nagyon, nagyon gyengék. Ha letámadás, magyar válogatott, az meghalna. Mint mindig. Nulla taktika. Oda néz, egyből. Nem megy. Óriási. Na! Ez most nem egy rossz labda kihozata, a Szalai Attila oda. Ó! Attila az anyádat! De szép volt! Hop-hop! Ott vagyunk. Jó. Erünk, Sallai! Tekerd meg egy kicsikét! Na, Attila! Jó a bal lábad? Jó van, apukám! Megmutattad! Na, sőn! Jó mozog ő is a labdával. Nem rossz. És még milyen fiatal? Ki tudja még, mi lesz belőle?
Ujj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 j
Ej, de szar meccs, atya úristen. Botrány. A kettő gól megvolt, vége. Nulla foci van válogatottunktól. Szánalmas. Ez nagyon, nagyon nem tetszik ez, amit a válogatott művel. Ez egy szar alibi foci. Mit integetsz te szalainak? Lever neked mindjárt akkorát öregem, hogy azt sem fogod tudni, hol vagy. Hülye gyerek. Mit integet ez a majomot? Löki el magától. Ki csapat ellenem lehet jó focizni? Miért nem? Hogy ne lehetne? Hogy ne lehetne? Előre ívelgetünk megint. Hát miért nem megy a tikitaka? Nem csak a magyaroknak. Levi! Mi van? Nem értem. Érdekes. Második gól óta leült a meccs. Ilyen véletlenek nincsenek. Hát lehet, hogy azt hiszik, hogy már eldőlt a meccs. Lehet. Persze. Előfordulhat, hogy ne. Betömörülnek, meg favágók. Hát, basszus. Nyomni kell. Le kell támadni. Meg ott előttük passzolgatni. Hátul passzolgatunk, bassz meg. Hát ez nem betömörülés. És akkor mi van? Mi mikor játszottunk így? Nézd meg, és letámadnak, és vége, bassz meg, jön Andorra. Szánalmas. A büdös kurva életbe. De szar. Hát nem tudjuk kihozni a labdát. Egy szaros Andorra ellen. Oda megy három játékos, aztán ennyi volt az egész. Hát ne hülyéskedjünk. Ez nem tömörülés. Ez szar. Miért nem bizonyítanak ilyenkor? 6 gólt kellene hinteni egy ilyen szar kis csapatnak. 6-ot. Nézd meg, és Schäfert leszereli az a majom. Oda néz. És mindjárt gólt kapunk. Hogy színészkedik? Jézusom! Azt mondja, hogy Dubé, te jó Isten, mit csinál? Jézusom! Ilyenkor miért nem a sárgalapot? Miért nem a sárgalapot? Elmagyarázzál, te hullarabló fejű! Húzzál haza! Nevetséges. Gyerekek! És még mondja a magáit! Megőrülök. Ki tudjuk hozni a labdát? Na, ez a Sallai szépen sarokkal. Megírósz az átadás. Gyerekek! Gyere, hogy? Ez nem tömörülés megint! Hova megy a labda? Sima, egyszerű passz. Egy nehogy már Andorra ellen ez luxusnak minősüljön. Meg ez akkora feladat.
Hát dimenziónyi különbség van a két válogatott között. Atya úristen. Ez mi volt? Katasztrófa amúgy az összhang, bazdmeg, katasztrófa. Az elejétől fogva látszódik. Nevetségesen szar. Ti mit gyakoroltok edzésen? Azt, hogy hogyan kell osztani, bazdmeg, pókeren? Vagy mi? Nem értem. Mit gyakorolnak? Hát ilyen alap dolgokat nem tudnak megcsinálni. Bár levenem fogadni, hogyha pókerpartira gyakorolnának, még akkor is jobb összhang lenne. Ezek semmit nem csinálnak. Kettő órára vezetek és szidom a csapatot. Hát azért itt valami nem stimmel. Biztos én vagyok a hülye. Föléveljük a labdát. Na, de legalább jó lett. Na, már följebb jöttünk a lépcsővel. Ilyen csapat ellen bazd meg, nem henger van, érted? Az idegesít. Hogy? Hát kutya kötelessége lenne ennek a csapatnak most mindenkit lemészárolni itt. Egy ilyen meccsen. Nem mondjátok, hogy nem. Ez nem taktikus futball, meg hogy egy nullár győzelmi győzelem. Az. Az. De itt van lélektan is. És ezt remélem Andorra csinálni fogja bazeg, hogy olykor így letámadnak. Mert ez egyszerűen nincs taktika. Nincs erre. Mindenki csak így letámad az ellenfél. Hát igen, ilyet lehet. Bazeg. Ti is ugyanúgy megcsinálhatjátok. Ez a cuccó még mit magyarázhatott a pályán? Hogy kerül ez még oda egyáltalán? Ez tuti valami színész lehet ott Andorrába. Atya úristen. Szevaszed. Hát én nem is a lang volt itt a hibás szerintem, hanem a fiola. Hát miért adja így a labdát? Hova adja? Kinek? Nem? Szurkolók meg éltetik őket, bazd meg! Anyátokat! Nem foszíznak ilyenkor. Ki kellene szolgálni, örömöt kellene okozni ilyenkor. Közönséget ilyenkor nagyon ki kell szolgálni. Megérdemlik ezek. Mindig ott vannak, elutaznak, bazd meg, hogy több százan, ezer kilométereket is, hogyha kell. És ilyen tiglitangli csapatok ellen meg itt alibizünk. Hát ez nem normális dolog. Rosszi meg ott ne játssza az eszét, bazd meg, játssza itt a paprika Jancsit ott az oldalvonal mellett, hogy ugrabugrál. Hát mi ne ugrabugráljon. Nem most kell megtanítani őket focizni. Lefújja. Hát lefújja. Hát most mi? Lapozzunk. Lesz még gól az első fél időben? Nem. Hamar, ez a könnyedén fölültetek arra, hogy lesz.
Jogos volt egyébként, hogy így gondoltátok, de hát... Én haza is mennék a stadionból, a rutinos meccse járó volnék. Menjetek haza! Ez egy szar. Na most fogom átütni a monitort szerintem. Nem, de hogy... Belenémítom ezt a szar közvetítést. Hajlok a felé. Most kíváncsi vagyok, most mit fognak itt össze-vissza kupákolni majd. Önnek a dicséretek. Jaj, hát ez ilyen jó, meg olyan jó. Hát, ja, persze. Igen. Biztos mi ülünk mindig a monitornak háttal, nem? Mi ez? Ú, bazd meg! Hoppá! Kaptam egy reportot. Valami buzi bereportolt. Az ETS 2 véget. Azt a kurva! Ezt a kis köcsögöt! Ez melyik majom lehetett? Elmesélem mindjárt. Gyorsan elolvasom a nagyját. Annyi történt, hogy az ETS 2-höz a promócót, a legfrissebb promócót ETS 2-höz a promócót fölraktam ugye a Discordra. És így külön fölraktam a legfrissebb promócot, mert 1 euró a letöltési díj folyamatosan. Ha visszamegy, visszatérsz, 1 euró, 1 euró, 1 euró, 1 euró. És föltöltöttem Discordra, hogy aki itt van, töltse le, kész. Hát most fölraktam Google Drive-ra. És valaki ezt bereportolta, és mert hogy ez jogsértő dolog. Értem amúgy. Most minden egyes szar letöltésnél fizetni bazd meg. Hát ja, ingyen van az, ja, de hát ott milyen letöltési sebesség van.
De amúgy tényleg ingyenesség le lehet tölteni, akkor miért nem lehet terjeszteni? Valóban, jót mondatok, mondtok, igen. Teljesen. Érdekes. DNCA. Figyelmeztetés. Bejelentést kapott, amely szerint az ön anyagai közül néhány szerzői jogokat sért. Vélelmezhető jogsértő anyagok adatai az üzenet alján található. A kapott értesítés a Lumen szolgáltatás oldalán lesz közzétéve online. Hát, mi az, nem tudom. A tartalom eltávolításáról szóló értesítést szeretné megtekinteni. Na, a keresési oldal... Jó, letöröltem, kész. Ez van akkor. Hát most... Semmi, figyelmeztetés, ennyi. Figyelmeztetés, és letiltották ezt a linket elvileg. Meg most letöröltem gyorsan, akkor ilyen, minden ilyen promózós szart. Hát... Hát gyenge, Marcel, gyenge. Hát ott, ott vannak a szurkolók, éltetik a csapatot, aztán alig fociznak. Hát nem tudjuk kihozni a labdát sokszor. Ennyi. Gyenge. Szerintem. Ja, van valami plusz, van valami jogi cuccá. Lehetséges IMNO van, így van. Tehát, hogyha ingyenesen töltöd le, akkor lehet, hogy azzal is támogatod őket ugyanúgy. Lehet, hogy én ezzel anyagi kárt okozok nekik, azért jön a report. De miért nem szólnak? Baszd meg, privátba. Nem? Nem az lenne a legkorrektebb, tisztességesebb? Hogy szólnak. Hát én csak jót szeretnék tenni. Jót teszek az embereknek, hogy népszerűsítem azt a szaros modot. Nem? Írhatott volna annyit, hogy hé, hey bro, your mother is fuck. Vagy mit tudom én, valamit összehablatjóhatott volna, és akkor odaírta volna azért, mert ott van az a link. Ott vettem volna a lapot, hát jó, értem, én levettem volna. De hát én nem tudom, hogy ebben hol a logika. Annyi, hogy igen, anyagi kárba részesítem őket, valószínűsítem. Sejtettem egyébként, vártam már ilyesfajta dolgot. Megfordult ez már a fejemben egyébként, amikor így föltöltöttem ezt a modot. De hát mondom, ha meglátjuk, mi lesz belőle, és mi baj lehet belőle. Érthetetlen teljesen. És ez ugye azért lett volna jó, mert egy helyre van föltöltve. Discordra valaki fölmenni, és akkor letölti. Hát... Nem ennek a... Most fizettem ezeknek utoljára, az biztos. Ilyen hülyék. Ezek ilyen tényleg ekkora kis pénzhajhászok, akkor hát dugják föl. Jeggükbe. Ez nem egy túlságosan. Részemről se volt. Most én is megkérdezhettem volna őket. Most ki gondol ilyenre? Hát... Na mindegy. Szevasz Norbi! Szia Ragnar! Romosz 2.6-ban nagy fejlesztés jön? Aha. Szóbeli figyelmeztetés. Hát az persze, de tartalmat nem teszik elérhetővé. Szia Demokol, szevasz Mário! Persze, tehát nem haszonélvedés céljából, persze. Hát ez puszta jó fejség lett volna. De hát ezek idióták, ezek szerint. Most megnézek mindent. Semmi sehol. Meg hogy ki reportol? Lehet, hogy valami magyar kis süttyó paraszt. Ő is írhatott volna, hogy hello.
Jó van. Ha ezért nem szabad támadási felületet hagyni. Mert amint van valami, megragadják a köcsögök egyből. Abba a pillanatba. Akik például olyan emberek, akik például idejönnek és olykor beírják a csetre azt, hogy anyádat, szar vagy. Már nincs időd megkérdezni, hogy miért, mert már kapta is a bant. Gondolkodás nélkül. Mert az ilyen embereknek ugye, hogyha ilyen támadási, akinek van egy picike agya, adjunk neki támadási felületet, és egyből ki is használja. Hát ez élvezi valahogy. Örül neki. Valahogy. Mindegy, hát most. Megtörtént, az kész. Olyas valaki, aki fent volt Discordon? Persze, hát biztos. Meg van is. Hogyne. Ki Attila, de hát most, hogy ki volt az? Paprikás hangulatban vagy? Na miért, Ragnar? Nem sikerült a felmondás? Mi történt? A promodzós linkre kaptam a figyelmeztetés a Google-től. Hogy ezt így reklámozom. Ha ezzel nem hagyok föl, akkor tiltanak mindent. Évek óta lobbizol, hogy mondjon föl. Hát mondjál már föl, Ragnar, most mit szarozol? Komolyan lőve már ennyi ideje könyörög. Hát most akkor, hát ez hihetetlen, komolyan mondom. Na, nem ismerek rá, de óriási csalódtam. Ez botrány. Világgá fogom kürtölni. Ezt nem bírom már idegekkel földolgozni én sem amúgy. Hát ez egyszerűen döbbenet. Jól mondtam? Jól mondtam lőven? Én szerintem jól mondtam, kitettem magamért az én a... Aj, turbina! Istenem! Ennyi. Griezmann bal előtt tiszteleg a 8-as messzámával. Hát igen, én mindig megláttam benne, hogy van benne potenciál. Milyen fogadás legyen a második játék része, ami izgi lenne? Rábízzuk Ragnarra! Gyerünk, Ragnar! Vedd ki a részed a mai munkából is, légy szíves! Nem, dehogy! Hihetetlen. Inkább a felmondásoddal kreatívkodjál. Az, annak a megfogalmazásában. Sallói? Nem is érti, mit mond neki a Rossi. Na de érti. Érti. Sallai helyett. Jó van, kíváncsi ezek a sallóira. Dobosz lép, pályára lép. Kíváncsi ezek. A rágóját belenyomta a szőnyegbe, baszki. A fűbe. Miért nem köpi ki? Ezt sose szerettem. Milyen dolog ez? Azután meg abban fetrengenek, meg a köpködések is. Egész végig a meccsen truszkíznak, meg köpködnek, utána meg abba csúszkálnak. Fú, bazd meg. Legyen az, hogy tudnak az aranylábok kétszer egymás után csapattáshoz passzolni. Jó. A kannibálok között szambázol? Ó! Jó van, jó van. Hát most... Jó van, legalább elveszed a szüzességed. Nézd a jó oldalát. Fordított szüzességet, vagy minek mondják azt. Visszafele szüzesség. Vagy nem is tudom ez most, hogy van.
Na mindegy. Most mi van? Lerúgtak megint egy játékost? El vagyok indulva idegállapot. Hát nagyon. Nagyon felhevült vagyok. Hát persze, itt azért szétanyáztam magam rendesen. 20, első 20 percig... Első 20 percben azt mondtam, hogy na, mondjuk a 11-esek nem örültem, mert jobb lett volna akciógólból gólt szerezni. De hát jó van, nem kívánság műsor. Úgy voltam vele. Aztán jött végül is egy akciógól, és utána egy leálltunk. Ez nem tetszett. Elkezdett letámadni Andorra, aztán jöttek a gondok. Nem bírjuk megtartani a labdát, beszarok, hát ez nem igaz. Sőt, nem jó csapatjátékos, túl, nem, most nem jó. Egyszerűen, bazd meg, tehát sokszor veszített labdát, nem jó. Túlságosan akar ő. Ne akarjon már ennyire, hát vegye már észre. Komolyan. Fogadás meg, nem tudom, valamit kitalálok. Melyik csapat nyer? Második félidő, gólok száma 1,5. 1,5 alatt. Második félidő, gólok száma. Egy percig lehet fogadni. Izgi. Nem felel meg az irányelveknek már megint. Ez jó. Úristen. Félidő gólok száma. Félidő gólok száma. Ez a második játék része vonatkozik természetesen. Na, Szalai majdnem főborította a kaput. Ejj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 
Hát Szalai jól játszik amúgy. Mindig jól játszik mondjuk. Mindig. Hé! Magyarország, Magyarország, állé, állé, Nem tudom, mit mondanak amúgy. Magyarok! Hajrá! Magyarok! És nézzek, ilyen szurkolás van végig, gyerekek. Minek szurkolnak? Hát más csapatokra nem szoktak már így ilyenkor szurkolni. Andorra ellen. Ezek a hülyék meg itt szaroznak. Ezért vagyok ideges. Ezért lettem ideges, meg vagyok is. Nézzek, hát Szalai jön öregem. Középhátvédként. Schäfer nem gatyázik, oda teszi a lábát. Tényleg Schäfer jövőjéről lehet valamit tudni? Hova megy a dacból? Ja, te ez a macska Jancsi már megint mit hempereg ott elől. Balotelli. Kicsoda az a Balotelli. Élen elég azon valószínűleg topligákról beszélnek.
Hát legyen úgy. Nem kell beszarni, focizni kell gyerekek, nézd, hát fedezi a labdát a gyerek. Apátoknak a farakását már. Foci! Kihozzuk a labdát? Támadjon le Andorra. Gyertek, támadjatok le, támadjatok le. Na nézzük a labda kihozatalt. Nézzük, 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 támadjatok le, támadjatok le, támadjatok le. Ezt nem hiszem el, bazd. Ez hihetetlen. Hátul megy a Tilitoli. Ez döbbenet. Na. Hú, de bizonytalanok vagyunk, te jó Isten. Most egy gyorsabb, egy jobb fizikális állapotban lévő csapat. Öregem, menne mint a kés a vajon. Hát leigazolták a helyettesét a dacnál? Hát remélem azért játszani fog még ugyanúgy. Na hát így van, Levi. Így van, teljesen. Ki a dízel? Ádám rálövi, nem lövi rá. Hát nem tud ő kapura lőni azért. Botka beadja. Öglet. Jó van. Éppen nagyszerűen szerezte meg a labdát. Gyönyörű. Nagyon ügyes az Andris. Nagyon jó. Remélem, hogy jó helyre igazol. Igen, aranyos gyerek ez a Schaefer tényleg. Remélem, hogy FM-be azért megnövelik a statjait rendesen. Örömfocinak kéne lennie igazság szerint. Olyan kis... ura. Lehet túl nagyok az elvárásaim valamiért. Ez jó, jó beadás volt a Szoboszlaitól. Jó megmozdulás volt. Ez jó megmozdulás volt egyértelműen. Beállt a te vérnyomásod is? Nagyon jó. Jól van, örülök neki. Botka! Bassza meg! Ezt nem hiszem el, és kivezeti Andris a labdát. A mocskos kurva életbe hát. Mit csinálsz, fiam? Botka, óriási paszt adott. Ez tényleg, ez zseniális volt. És belebotlik a labdába a Bandi. Kár érte, pedig ez... ebbe több volt. Hát de Schaefer gyerek, hát annyit küzd. Hát mikor pihen? Megállás nélkül csak hajt. Hát ez rossz szavam nem lehet rá, tényleg. Senkinek se. Küzd, hajt, mindenhol ott van. Labdát szerez, támad, passzol, helyezkedik. A hülye gyerekekben nem, sokszor nem is passzolnak neki. Oda néz, hogy fölborított az Andorra, egy gyönyörű volt. És nem is volt szabálytalan. Oda néz! Ne idegesítsél föl! Hát mi van? Oda megy, ezt magyaráz a Szalainak, baszki. Olyat bele kellett volna talpalni az arcába, mint a húzat. Nézzek, hogy odahajolt magyarázni ez a szemetes zsákfejű szarházi. Undorító vagy, apukám. Focizni nem tudsz. A divathoz se nagyon értesz. Hogy nézel ki?
Bemutatkozhat a pisában, na. Jó indítás volt a Halloween-akja. A Saló is a pályán van már, 10 percet érlek, hoho. Hát momentuma nem volt még eddig a fickónak, de jó beindult. Ez mesteri beindulás volt. Persze, Marcel, minden nap kell egy kicsikét idegeskedni. Jó az, jó az. Megint előre íveljük. Ez a hülye edzőnek a műve. Ez 100%. Ilyen hülyék sehol nincsenek. Ez a hülye fölívelt labdák, baszki. Soha életemben nem láttam még olyan fölívelt labdát, amiből tudtunk volna egy akciót vezetni. Ennyi tud a taktika. Hát mozogjanak a középpályások. Hol van az, hogy kisegítjük a másikat, mikor szar helyzetben van? 3-4 szögelés, vagy mit tudom én? 28 szögelésnek is kéne lennie, ugye? Egészen döbbenetes tényleg. Na ez az. Szoboszlai, így van. Helyezkedjél, mozogjál. Dolgozzál, apukám, irányítsál, hozni kell föl a labdát. Soha, Krisz. Ez biztos, hogy nem helytálló, amit mondok, persze, ebből könnyen ez könnyen támadható. Itt nagy százalékokba kell gondolni. Nagy esélye nem jönnek be ezek a szarok. Ezek az íve. Na ez mondjuk gyönyörű. Ez igen, nagyon nagy passz volt. Nagyon jó. Jó befejezés, le sem volt. Ajajaj, ez nagyon szép volt. És azt a mindent, nem sokon múlt. Ez szép akció volt, nagyon. Ez szép volt. Hát így, ilyeneket kéne. Ilyenkor lehet ívelni, de amikor hátul vagyunk, akkor ne ívelgessenek. Mi volt itt Sönnek a megmozdulásánál szabálytalan? Mi van? Most mi volt itt a gond? Hát elhiszemed. Hát nem is mond nekem, hát ez nekem meg aztán pláne. Ó, botrány. Na ez szép. Atya úristen. Bazd meg Szoboszlai, milyen paszt adott te kurva élet. Hát ez de jó volt Szalaitól. Csodálatos megmozdulás. Milyen egyszerűen váratlan volt. Ha! Gyönyörű. Na végre vannak szép megmozdulások, komolyan mondom. Lépjünk már vissza segíteni. Hát nehogy már.
Most nézd, vissza kell, meg kell várni, hát. Megint össze-vissza megy ez a szar tilitolizás, bassz meg. Ez hihetetlen, milyen frusztráló, komolyan mondom. Olyan egy szar. Alig olyan lassan mozognak vissza a játékosok segíteni. Őrület. Vissza kellene mozogni. Passz, 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 az fönt vagyunk már. Így. Így kéne. Mozogni kellene hozzá. El vagyunk fáradva. Schaefer mekkora indi. Úristen. Hát szép labdaszerzés volt, de a passz az belassított az akciót. Hát gyengesön. Nem az igazi. Nem az igazi. Lelkes nagyon, addig kell neki még esélyt mindenképpen, de eddig önzőség az elvitte az eszét kegyetlenül. Ez a játékvezetője amúgy, hát most nézzetek már rá. Komolyan, tehát ő szerintetek már vezetett mérkőzést? Olyan kinézete van, hogy... Hú, minthogyha most feszíteni el a szüzességét. Döntései is mondjuk eléggé arra utalnak. Na most mehet az akció, ott van Sallói amúgy. Na, mire várunk ennyit, bazd meg? Minimum egy sárga lap. Na, csoda, hogy megtalálta a kártyát ez a hülye gyerek. Ja, így van, magyar tikitakat. Kicsit pottatlan, kicsit lassú. De a miénk. Igen, elnyitok vitát. Aggódom, a spori miatt lehet NBA... Mi az, hogy neki is milyen két szőrös lábú, a két csuvakkal lábú. Szoboszlai és ez a... Lovény nyekenyóka. De bicska nyitogató ez a játékvezető. Egyértelműen jó Krisza, persze. Hát nem volt rossz szabadrugás. Ki ez? Ja, gazdag. Ez ki a tököm? Minek? Schaefer, le ne hozzátok, mert fölrugom az edzőt akkor megint. Mivel fogadunk, hogy Schaefert fogja lehozni? Schaefer vagy Glenn Heisler? Vagy a Szalai? Halloween, ne sasszézze apukám! Hussá! Nyomjad! Na, ki lesz? Nagy Ádám! Minek? Na, mondjuk nem volt annyi durranás ez az Ádám most. Az a baj nélküle meg még rosszabb lenne, az biztos. Hogy ki lesz a védekező középpályás akkor? Erre kíváncsi ezek, ki fogott visszalépni majd. Nagyon kíváncsi ezek erre. 25 percünk van. Ezt még megtudhatjuk? Nem lesz védekező középpálya? Hát lehet, ja. Elég elő van a gazdag is tényleg. Nincs. A Schaefer van vissza.
Rendel, úgy tűnik. Hát a második fél év úgy tűnik, hogy picikét észhez tértünk. Ez az. Ó, Fiola, hova? Fiola helyett is lassan majd kellene valami. Új srác a védelembe, szerintem. Mondjuk nagy becsekre ő kegyetlenül föl tudja szívni magát. Hát ez mi? Szalai, hát mi volt ez a labdakezelés? Nem, hát ez les volt, hát belógott. Elrúgás pillanatában egy picikét hátrébb volt, előrébb volt a támadó. Hát én Szalait nem tudom amúgy bántani emiatt, ha jól láttam, hogy ő volt. Hát ez van. Hát ő nem az a csóka. Ó! Rúgni kellene nekik még 2-3-4-et. Ez borzasztó labdakezelés volt Szalaitól, ennyi. Nem tudom őt hibáztatni. Mert annyira jó megmozdulásai voltak már, hogy nem most. Hát mondjuk ezzel a meccsen is voltak. Persze. Csak hát ugye... Ez valahogy így mindig benne van a játékunkban egyszerűen. Valamiért. Nem tudom, hogy miért. Tök mindegy, hogy ki az. Egyszerűen... Ennyire rossznak érzed őben. De vazgi jó pihenést. Sallója a kenzetbe. Hát a klub csapatánál mindenki jobban játszik, mint a válogatottban valamiért. Érdekes módon. Nem értem, hogy ezt ilyen kis nyaralásra szokták használni a srácok itt a válogatottat, vagy mi? Na, gazdag tőle, de szép csel volt. Hol játszik ez a gazdag? A kurva életbe, lopják az autóm. Már mondjuk mindegy. Philadelphiába? Aha. Jó, hát egyet értek lőven.
Szalai. Szalai támad, gyerekek. Közép-hátvéd támad. Mikor lesz ilyen? Hogy egy Szalainak közép-hátvéden kell támadnia. Hát ez hol normális dolog már? Óriási lesz közben. Hát... Ez még csak VB-s selejtező. Hát ez mindegy igazából szerintem. Bazd meg, Szalai! Hát ez megint milyen labdakezelés volt Szalaitól? Hát ez mi? Ez nagyon nagy csalódás. Azt fogják mondani, hogy hát Andorra kellemetlen ellenfél. Azt fogja majd mondani, figyeljétek meg. Mindenki ezzel fog jönni, kellemetlen ellenfél, tömörülnek. Mint a Levi is, amit mondott, nehéz ellenük jól játszani. Három védővel játszunk, bazd meg. Minek? Minek három védő? Középpályásokat kéne földobni a pályára. Nem hátvédeket. Fiolát már rég le kellett volna cserélni. Lang meg, Szalai majd elintézi ott hátul. Kész. Hát nekünk csak a bunker foci megy. Ez az edzővel, az biztos. De valami normális edző kellene. Aki valami taktikát is tud. És nézd, fönt van az összes támadó lassan a pályán. Nem értem, nem látom át a taktikát. Most itt mi akar ez lenni? Ja, hát ez teljesen igaz, Zsui. Igen, így van. Na. Anyád, a te. Hát, Borrelló, igen. Rátapintottál a lényegre. Igen. Kutya fáját. Szerint közben a statisztikát. Első fél időben többet volt nálunk a labda, 82. Most 74. 5 kapura lövésünk volt. Egy kaput eltaláló. Nem, Ed, figyelj, én korábban erről beszéltem, akkor nem voltál itt. Hogy azért most például angolok ellen miért kellett ez a tinglitanglizás, meg albánok ellen is látszódott a taktikán, hogy ez védekezés lesz. Hogyha védekezünk, akkor Szobosztai minek kellett a
angolok ellen. Szabadokat rúgdosni? Ezeket mondtam én csak. És ez tényleg hát edzői döntés, ez egyértelműen. Erre nem lehet amit mondani. Meg hát most is. Minek három védő? Illetve négy. Ugye. Yeah. De három középhátvéddel játszunk lényegében. Persze, így van Gábor. Teljesen egyetértek. Így van. Meg hát a szurkolókat kellene itt most kielégíteni egyetlenül jó támadó focival. Hadd gyakoroljanak. Jaja, nem akarom én, hát most hazudni se szeretnék, de mindegy, most tényleg nem akarom, nem kell egyetérteni velem, meg nem kell követni a példámat, csak hogyha tényleg ti is jól átgondoltan így éreztek, de teljesen tudok azonosulni ezzel lőven, amit írtál. Meg hát mondtam is, hogy valahogy olyan érdektelenné váltad az egész most így. Schaefernek viszont nagyon örülök tényleg, hogy egyszerűen mai napig szenzációs játékos. Nagyon-nagyon kedvelem. Pedig teljesen ugyanaz a testbeszéd az összes játékosnak, mint az EB-n volt. Teljesen. Valahogy egyszerűen nincs összhang, nincs taktika. Nem jó. Nem tudunk letámadni sem most. Hát szóval, de nem is most kellene amúgy letámadni 80. percet. Ilyenkor már pihenni kellene a srácoknak. Eddig kellett volna rengeteg gólt lőni. Persze, Petya, az is igaz, persze, hogy ne. Így van. Olyan hamar mindig a láb, hogy a lelkesedésünk. 20 perc! Minden fél idő 20 percét ezen a meccsen jó kezdtük.
Nem volt rossz. Utána meg kész. Elfáradunk, vagy én nem tudom. Hát borús nemzet vagyunk. Miért most, Krisztián, hogy nézed ezt a meccset? Tapsikolsz a győzelemnek, vagy mi? Ez egy kötelező győzelem, csak lehet, hogy tényleg túl nagyra vágyóak vagyunk. Hogy egy ilyen meccset meg kellene ragadni, és jó megverni az ellenfelet. Óriási. Első góljuk a magyar válogatott ellen, bazd meg. Épp volt. Szobosza is 20 percig focizott, utána meg eltűnt. Kallóinak volt megmozdulása, Szobosza adott neki egy-két labdát, ennyi volt, szevasz. Mi történik ilyenkor a csapattal, bazd meg? Nem értem, hova tűnnek a játékosok egyszerűen? Miért nem villognak ugyanúgy? Mint mondjuk az első negyed órába, 20 percbe. A közönség fütyül. Óriási. Na de jó. Hát ott szurkolnak, bazd meg. Hát ezt pofázom én is. Tök itt megint tutyimutyizunk, hogy jaj, megijedünk egy kis szurkolástól, meg egy kis szidástól. Nem kell. Ha szar valami, akkor szar. Nem kell egyből izélni. Ennyi. Örülök neki, hogy lehet hallani, hogy valaki fütyülnek is végre már, bazd ki. Ez egészen döbbenetes, bazd. Ezek, ha kiegyenlítenének, fú, hát itt lenne, te jó Isten. Andorra ellen védekezünk, bazd meg. Andorra ellen. Olyan egy szar, ez az összes csere egy szar volt. Összefüggéstelen cserék voltak. Fütyülnek. Vajon ez Andorra ellen szól, vagy ellenünk? Cseréről cserére egyre rosszabb lett. Tisztára, mint hogyha a Barcelonát nézném. Ugyanolyan hülye ember van ott is, meg itt is. Megint föléveljük, bazd meg! Ez hihetetlen!
Megint ívelgetünk. De könyörgöm, de ez nem kell semmi tudás, kell egy szoros emberfogás, meg fölugrok a magasba, az fejelek. Ennyi. Hát észjáték, rutin, technika, baszki. Hát technikailag nagyon kellene verni az egészet, meg fizikálisan. Andorra. Franc egye már meg. Add apádat, te szemét szarházi, bazd meg! Mennyi zuhanyozni, de te majom! Hülye gyerek! Alavedra! Ezt már rég ki kellett volna állítani! Az összes hülye haverjával együtt ott a védelembe! Majom gyerek! Te szemét hentes! Kiszimulált, te majom, kiszimulál, a haverod a cucu gyerek szimulált az első fél időben. Azóta is ott fetrengene, hogyha nem szóltatok volna rá. Nézd, egy pocakja van a srácnak, az andorai srácnak, annak a kettesnek. Ilyenek elleni tinglitanglizunk. Közben a lámpa így jár már. Úgy drugózok. Most arra lette figyelj, így megy. A francba. Végén elburul. Lehát innen mindent. Gyönyörű gól volt. Hogy örülnek. Hát ez nekik nagy dolog ám. Az biztos. Elhiszem is. El is hiszem. Nulla. Az utóbbi negyed órába mintha a pályán se lennénk, baszki. A büdös kurva életbe úgy szétverném már az asztalt, hogy nem igaz. Már nem tudom, hol üssem. Időhúzás megy, gyerekek! Össze-vissza megy az adok-kapok! Nevetséges! Nevetséges! Felháborító! A tököm tele van! Hát ilyet azért, gyerekek! Egy a fügykoncert, gyönyörű. És nézd meg ezt a labda kihozatalt. Na? Az igen, Szobosztai. Ez aztán, komolyan mondom, tehát konkrétan... Tehát... Úristen! Ki volt az, aki leszerelte? Mindjárt rákeresek az értékére. Belerúgja a védőbe. Hol a csel ilyenkor? Vagy valami? Nikolic szabálytalankodik, gyerekek! Atya úristen! Tamás! Időhúzó csere. Normális ez? Ilyenkor cserél.
Nézzek, Kancsa a gyerek lőtt az előbb is a szabadrugást, oda néz. Hajrá, magyarok! Hogy tudnak még szurkolni? Ki tudja mondjuk abban a vámoros állapotban, itt látnak. Szia, geng! Hát ez egyszerűen elképesztő, komolyan mondom, gyerekek. Ez egészen elképesztő. Védekezünk! Védekezünk! Hogy a büdös picsába juthattunk ide? Már megint? Hogy? Három kapura lövése volt az ellenfélnek, most nézem. Három. Úgy-úgy íveljük föl, persze. Izgulni kell tényleg egy Andorra ellen. De milyen... Jó, van ez. Értél. Hihetetlen, milyen durvák vagyunk mi is amúgy. Őrület. Előre küldik a kapus, jól is csinálják. Ez elképesztő, hogy ilyen momentumok vannak amúgy. Óriási. Gyerekek. Ez az a válogatott, aki ellen szurkoltam annó. Konkrétan. Annyira szar volt, hogy egyszerűen nem tudtam nekik szurkolni. Tényleg. Hát ez egyszerűen. Ennek az edzőnek semmi tekintélye nincs, ez egy szar. Rossi meg mit bírózik? A szlovén bíró. Ne lepődjünk már meg. Bunkó. Nevetséges, nézd meg, ilyen játékosokkal kell beszélgetni bármiről is. Hihetetlen. Szarrá kellett volna ezeket verni, aztán nem lenne miről beszélni, bazd, mert a himnuszunk már rég elnyomná azt. Ezek itt ne pampogjanak. Ezek is libakergetők.
Nincs túl nagy boldogság azért. Sőt, semmi. Nulla. Tudják ők, hogy ezért a kászar volt. De mi ez most? Edzőbuktatás, vagy mi? Hát ez nem egy olyan játék volt, hogy itt. Ja. Nem is hoznék ide külföldi edzőt, hogy őszintén. Minek? Semmi értelme. Semmi. Beszélni nem tud a játékosokhoz érthetően. Hát sokan azt se tudják, mit mond. Nem érzik. Nem érzik át, amit át akar adni. Tolmács az úgy át tudja adni, vajon? Nem kell ide ilyen pintér, gyupán. Milyen. Akik tudnak motiválni. Nek van józan paraszti eszük. Olyan kellene ide. Nem egy ilyen kókler. Intér. Ez arra jó, azoknak jó, akik szeretnek politizálni, meg ilyen kis, behódolnak egyből ilyen kis, akik naívak, azok kedvelik ezt a rosszit. Ezt a rosszit le fogják váltani hamarosan, ez biztos vagyok benne. Nem fogok sokáig maradni. Jó, jó játékosokban áll azért a válogatottunk. Én úgy gondolom. Menjünk, jöttünk szépen fölfele, aztán itt most meg Andorra ellen kell szarakodni. Hát azért ez nagyon nagy visszaesés, ilyen játékosokkal, akik a csapatban vannak. Hát hogyan? A gyerek ott a kamerában megmondja, hogy szép volt, fiúk. Mi volt szép? Frizurájuk, vagy mi? Hát ez az, Andorra öregem, kicsikét sem látszódott rajtuk, hogy itt el lettek volna ők fáradva, amúgy. Kicsikét sem látszódott rajtuk. Úgy mentek ezek öregem, mint a rakéta. Semmi gond, semmi nem volt itt rajtuk, semmi nem látszódott, érződött. Egyből megy az edzőszalozásra, hát persze. Hát miért? Ha jó játékosokból áll össze egy csapat, akkor kit hibáztassak? Hát egyértelműen jó játékosokból áll össze egy csapat. A magyar válogatott. Nincsenek már rossz játékosok. Nem tudnak jó minőséget képviselni egy Andorra ellen. Albánok ellen, meg az angolok ellen is szarakodás ment. Egy kurva helyzetünk nem volt hazai pályán.
angolok ellen. Semmi! Hazai pályán, Teltháznál 60 ezer magyar szurkoló. Elregyünk már izék. Jaj, hát izé, hát EB, meg mit tudom én. Igen, jó, ez persze. És akkor meg kell illetődni. Nem kell azzal jönni, hogy EB döntős volt a angol válogatott. Egy nagy szar volt az angol válogatott. Az EB-n is, meg most is. Portugálok is nyertek EB-t nagy szarjátékkal. Aztán majdnem megvertük őket. Nem tudjuk kihozni a labdát. És ez az összes ezelőtti meccsen látszódott, az összesen. Az összesen. Most az Andorra ellen is ugyanez volt. Ahogy letámadnak egy picit, egyből óriási gondok vannak. Abban a pillanatban. Lang. Na miért most mit csinált a Lang? Nem tudom. Szalai kétszer rosszul kezelte el a labdát. Hát az inkább megmaradt benne, mint a Lang. Langgal nem tudom mi volt most. Lehet, hogy valamit nem vettem észre két agyvérzés között. Csak az, hogy a pályán volt, ez volt a gond vele. Más probléma nem volt vele, jó. Ulácsi, ja hát jó, hát. Ja. De hát ő is amúgy olyanokat tud potyázni, baszki. Atyavilág. Őrületes. Hát itt nem is kreatív játékosok kellenek, hát... Nem tudjuk, eladogatjuk a labdát folyamatosan meg. Nem tudjuk kihozni a labdát. Eladjuk! Eladjuk, és nem tudjuk kihozni. Hát ez tök alap dolog. Ezt miért nem gyakorolják, vagy nem is tudom most. Ez... Fejben nem voltak ott, az teljesen mindegy, fejben nem voltak ott. Hát ez nem a játékosok. Rajtuk múlik persze, de hát az leginkább már az edző. Egy kis ugyanolyan kora közel van, mint magának egy játékosnak. Hát technikai tudásba. Hát ők értenek a focihoz. Tényleg, hát ez vitathatatlan. Én itt erről beszélek. Hogyha egy játékos meg lézeng, tehát jó képességekkel rendelkezik, és mindegyik jó képességekkel rendelkezik, ezt nem lehet vitatni. Viszont, hogyha valaki ott össze-vissza szarakodik, hát akkor az edzőnek kellene lépnie. Megbüntetni, vagy mit tudom én, hát oldja meg, hát most... Ilyen egyszerű. Thank you.
Szalai Ádám azt mondta, hogy szörnyű volt. Tisztelt a nézőknek, hogy megnézték a meccset. Szia TR. Ja, nem hangzik rosszul. Kurva! Az bele. Isti, megismétlem azt, amit az előbb mondtam. Fele arányba a játékosnak és az edzőnek is ugyanolyan ráhatása van arra, hogy ki mennyire, milyen állapotban van. Én úgy gondolom. Az, hogyha egy játékos ezen nem tud változtatni, akkor meg el kell vele beszélgetni. Le kell cserélni időben, vagy mit tudom én, most nem is akarok itt ezzel okoskodni, most így picit elegem is van ebből az okoskodákból. Teljesen most fölöslegesek érzem ezt, bassz meg. Egyszerűen rakás szar volt, kész, ennyi. Mondják meg. Hát ne mondjam már meg itt a tutit. Egész meccs idő alatt csak erőpofáztam. Egész meccsen. Most már elég volt. Nem igaz egyszerűen. Hát mit nem értek meg ezen, Isti? Nem értelek. Egyszerűen. Van egy játékos, aki fölmegy a pályára. És ő azt csinálja, amit az edzője kér tőle. A fele-fele. Nem? Ez ugyanúgy működik mentálisan is. Ha a fickónál nem működik valami, akkor az edző észreveszi, hogy szól neki kétszer-háromszor, nem működik, akkor utána már a következő csere. Én itt erről beszélek. Amivel beszélünk egymás mellett. Ja, hát igen, igened. Jó, hát persze egyébként, Gábor, jogos a kérdés, igen, honnan tudod? Hát szerintem onnan lehet a leginkább megállapítani, hogy ezek a játékosok, mikor szét vannak szedve, akkor jók tudnak lenni. De együtt ez a csapat nem tud csapatként funkcionálni. Vannak egyéni jó megmozdulások, vannak, akik ki tudnak tűnni a teljesítményükkel. Ezzel a folyamatos robotolással, például a Krenn-Heisler, akkor például a Schäfer is. És ennyi. Schön is öregem, hát olyan önző volt. Érted? Én amúgy teljesen megértem, hogy miért csinálta ezt. Hát végre egy meccs, ahol kezdőként léphetett pályára, és meg akartam mutatni.
Ja, igen, így van lőven. Igen. A stábnak kellene mindenféleképpen sokkal keményebben fogni ezt a csapatot szerintem. Érdekes, a klubcsapatnál ott tudnak teperni. Hát nem véletlenül vannak ott, ahol vannak. Évek óta, lassan egyes játékosok már évek óta. Ennyi, hát szerintem nem is volt olyan játékos a pályán, aki ne külföldön játszana, és persze jó bajnokságban. Hát a Dibusz itthon van, de hát ő is azért elég jó szinten véd. Játszik, játszhat, elég jó szinten játszhat Vladiba. Ott azért ő fejlődhetett sokat meg. Na de minden most kapus, most ő neki nem sok köze volt ahhoz, hogy most itt labdakihozatalok hogy fognak összejönni. Fiola mondjuk itthon tolja. Ja. Én nem éreztem, nem tudom, most nagy mellénye voltak vagy sem, hát... egyszerűen csak rosszul játszottak, nem tudom most egyébként, hogy miből állapítjátok meg, hogy... mentális probléma, meg mit tudom én, ilyen nagy képűség van. Én mindig csak azt tudom megállapítani, hogy rosszul játszanak. Alapvetően mitől játszhat valaki rosszul? Most ugye tudom azt, hogy közben ezek a játékosok jó helyen vannak, jó helyen játszhatnak folyamatosan. De együtt, amikor játszanak, az meg gondok vannak. A Fiola jó volt azért, hát az EB-n is tök jó védekezett. Védekezésnél ő jó tud lenni. Egyszerűen. Nem volt vele eddig probléma. Ha egy játékos kezdő. Hát de hogyha egy játékos kezdő és nincs ott a pályán, akkor nála csak jobb játékos lehet főhozni, Isti. Hát ez ilyen egyszerű szerintem. Mert gyanítom, hogy még mindig a mentális problémáról van szó. Na most, hogyha egy valaki mentálisan szar, akkor nála csak jobbat lehet főhozni. Rosszabb nem igen van. Nem is Andorra elleni meccse van. Ez az egész VB, ez az elmúlt három meccs. Nem volt jó. Egyszerűen. Úgy összességében. Ezért is mondtam magamét, hogy itt ez egy olyan meccs, szurkolók is végig a 90 percen keresztül ordibáltak. Szurkoltak egyetlenül. Mondtam is, hogy gyerünk, hát játszani kell, meg kell mutatni. Örül mindenki, el kell mindenki csöndesíteni. Hát nem. Megint jött a félidő, és nulla. Hát nem tudom, mi történik ott a félidőben, amúgy az öltözőben. Nagyon kíváncsi lennék rá, milyen beszélgetés történik. Gyanítom, olyasfajta beszélgetés történik, mint abban az MLS-es videóban. Szalai motivál, edző meg, mint tudom, egyhangon beszél, pampog valamit. Hát ez, nem jövök lázba. Ki jönne lázba?
Amikor Szalai ott mondta magáit, az jó. Hát attól lehet valaki motivált. Ettől az, hogy ott a Paprika Jancsit játsza, oldalvonal mellett ott ordibál össze-vissza, ő van háborodva, mert nem követik azt, amit mondanak neki, mond a játékosoknak, hát... Hát Zsocsi, ezt most így hirtelen nem tudom. Mire gondolsz? Eltörte a kezét? Vagy valami eső volt, ugye? Ha jól emlékszem. Igen, ez így. Talán ez így van meg. Németh András. Gengben. Gengben van egy Németh Andrásunk. Azt hiszem, hogy 20 éves. Bitang jó. Az igen, jó hangzik. Öldöltözőben, mikor egymással... Ja, hülye vagyok, hát ők csapattársak, persze. Olyan törte volna el a kezét. Egymásra támadtak. Hát ez úgy... Valami megvan. Minimálisan. Szia Bartolix, igen, védekeztünk a végén. Ja. Sőt, még gólt is kaptunk. Kettőt is. Ez egyik érvénytelen volt. Hát ez... Rossz, hát ez csak... Jó politikus. Ez igazi Kedira. Mutatja magát mindig, meg jókat beszél. Ezzel sok embert meg tud győzni, tudom én. Nem, én nem éreztem egyáltalán lazaságot. Tényleg. Mentek azért, mentek és ennyi. Egyszerűen, hát. Nincs rend, nincs rend egyáltalán. Jó van. Egy, hát ez elkeseri, ez kurvára lehangoló, ez lehangolóan szar volt. Atya úristen. Megint ott tartunk öregem, hogy semmi kedve nincs ez a válogatott meccshez, amúgy válogatott meccsekhez. Mindegy, következő meccsekre kíváncsi leszek. Majd azokat ugyanúgy valószínű megnézzük így együtt. Kíváncsi ezek. Nem tudom, mikor lesznek ezek vajon. Az anyádat, hova mentem? Tizedik hó. Mi van most? Mi? Kettő hónap múlva? Kettő hónap múlva. Atya úristen, és akkor albánok ellen, itthon, aztán három nap múlva meg külföldön, Angliában. Pff, hát, albánokat kötelező elverni. Még ott is kötelező lett volna. Ájjajjajjaj. Angol előtt nagy hype volt, persze, hát azt kellett volna folytatni, amit csináltak. De hát ez valahogy eltűnt. Pedig mondtam is a meccs közben, hogy rengeteget fejlődött a játékos állomány. Minőségbe. Piszkosul sokat. Mégse tudjuk őket használni. Voltak is olyan gondolatai meccs alatt az első félidő első felébe, hogy na de jó, végre van egy olyan meccs, ahol
ahol nem kell, ahol tényleg játszhatunk. Hát ez nem így volt. Szevasz lőve, jó éjszakát! Tizennyolc éves az a német András. Hát nem mindegy, nyúl. Nem mindegy. Nyolcast elnézi nullára. 18-as elnézi nullára. Inkább így mondom. Hát... Öregszel. Nagyon öregszel. Hú. Négy meccsod, az 12 megszerezhető pont. Hát, ja. Igen. Nagyon szépen köszi Ed. Ennyi. Igazad is van. Acskos 7 meg a 8-át. Azt. Na jó, máskacok. Ennyi volt így mostanra, pedig úgy még mondanám, fortyognék így magamba, de... Majd holnap még, szerintem adás elején. Holnap mi lesz? Szerd. Csütörtök. Akkor majd még szerintem úgyis ejtünk róla egy-két szót adás elején. Levágatta a haját? A gríz van? Ezek szerint? Jó van, vágassa csak. Ez nem igaz amúgy. Törlöbb is mindjárt amúgy kifele. Még egy Griezmannos valamit meglátok, biztos törölni fogom amúgy. Ezt viccen kívül mondom. Elegem van ebből a Griezmannból. Hagyjuk békén. Nagyon unalmas róka. De ha reúgyatod, de diktatúrát muszáj most elővennem. Egyszer nem akarom már nézegedni többet. Ezt a fickót. Unalmas, nem jó. Hú. Botrány. Honnan találkozunk, skacok? 12 óra 8 perckor. Csütörtök lesz. Nem tudom, csütörtökre mit terveztünk, mi lesz, hogy lesz. Meglátjuk. Holland. Jó, ja, hát persze, nem kell hozzá hasonlítani. Egy Szoboszlaihoz viszont lehet. Hát az már azért korrekt elvárás. Bár, hát ő azért... Följebb tette a lécet egyértelműen. Hát kapja Darrell. Franciák meg pláne nem érdekelnek. Ohó, válogatottjuk. Elmentnek a sunyiba. No. Legyen mindenki nagyon jó, skacok. Hihetetlen. Nyert a csapat, öregem, és itt kesergünk. Nem igaz. De majd valahogy túltesszük ezekkel magunkat. Az A-ból. Komorú azért. Megint idejukadtunk ki, baszki. Na mindegy.
Kíváncsian várom a következő meccseket. 2 hónapot kell várni, 1-2, nem is tudom már hogy van. Ja, hülye vagyok, rosszat mondtam, 1 hónapot kell csak várni. Ha jól mondom, most meg. Jók lehetek, skacok, örültem, hogy itt voltatok. Elég hosszú volt ez a mai adás. Holnap menjünk tovább. Jók lehetek, élvezétek ki a ma estéből, visszamaradt, hát ilyen kis pár percecskét. Holnap meg hát teljes erőbedobással országos csütörtök. Vigyázzon mindenki nagyon magára. És találkozunk hamarosan. Jó éjszakát, épp álmokat. Köszönöm mindenkinek a követéseket, támogatásokat. Szervusztok, srácok. Pápa mindenkinek. Hello, hello.